A Boldogaport Vilmos Katolikus Óvoda népzenei alapokra épülő produkciójával kezdődött csütörtök délután a több intézményt egyesítő Karácsonyi János Katolikus Iskola hagyományos gála műsora, melyet 5 év kihagyás után rendeztek meg újra. Az eseményen Lipcsei Imre, a fenntartó Szent Gellért Katolikus Iskolai Főhatóság főigazgatója kiemelte, ez a program is megjeleníti azokat az értékeket, melyekre az iskola büszke lehet. Fontos a múltunkat megbecsülni, hiszen elmondták sokan már, hogy akinek nincs múltja, nem ápolja, akkor nem lesz jövője. Mi a jelenben a múlt értékeit próbáljuk megtartani, és úgy próbálunk felkészülni a jövő kihívásaira. Az iskola kórusa 2 produkciót adott elő Szabóné Faféva vezetésével. Bengeri Zsoltné igazgató emlékeztetett, ebben a tanévben több évfordulót ünnepelnek, 130 éve kelt a gimnázium alapító levele, 120 éve indult el az oktatás, 80 éve Karácsonyi János az intézmény névadója, illetve 30 éve alakult meg újra az iskola. Intézményünk minden résztvevője együtt ünnepelhet, amelyet 5 év kihagyás után most a tanévhez kapcsolódó jubileumaink tesznek kivételessé. Alapítás, kezdés, keresztelés, újraindulás, 130, 120, 80, 30 év. Tartaljunk egymásra minden, szemünkben a boldogság fénye. A másodikos diákok esernyő tánca is sikert aratott, a közel 3 órás gálát a produkciók sok színűsége jellemezte. Nagyon sok korosztály szerepel, óvodások, alsó tagozatosok, felső tagozatosok és gimnazisták egyaránt. És még egy nagyon fontos dolog van, hogy a Karácsonyi János Katolikus Gimnázium általános és iskolának és óvodának van Tarhoson és Nagykamaráson is telephelye, és nagy boldogsággal tölt el bennünket, hogy a tarhosiak és a nagykamarásiak is részt vesznek. A produkciók nagyon változatosak lesznek, néptánc, mesejelenet, nagyon kreatív kollégáim vannak, akik saját jeleneteket írtak, de lesz modern tánc, klasszikus tánc, úgyhogy teljes arzenáját lehet látni a művészeti alkotásoknak a mai este folyamán. A karácsonyi gála volt az intézmény jubileumi tanévének utolsó olyan eseménye, melyen a 4 fontos évfordulóra emlékeztek.